Kedves diákok, Magyarország II. Világháború utáni történetét fogjuk áttekinteni. Továbbra is arra törekszünk, hogy mindenről szó essék, ami a középfokú érettségi követelmények része, de egyúttal arra is, hogy ne beszéljek többet, ne tegyek hozzá túlságosan sokat, hanem csak azt foglaljam össze, ami valóban követelmény. Ennek jegyében a korszak első periódusát rögtön át is ugorhatjuk. 1945-től 1948-ig tart az úgynevezett koalíciós korszak, ez emelt szintű követelmény, tehát erről nem fogok beszélni, hanem a Rákosi korszakkal fogjuk rögtön kezdeni, ami 1948-ban veszi kezdetét. Mindannyian tudják, hogy 1945-ben a háború végén a Szovjetunió megszállja Magyarországot, és innentől kezdve az történik az országban, amit a szovjetek Moszkvában eldöntenek, és amit a magyarországi megszállást irányító Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnöke Vorosilov Marsall a magyar politikának utasításba ad, vagy éppenséggel engedélyez. 1947-ig a szovjetek, ezt megint nem kell, hogy elmondjam, és nem is kell tudni, nem kívánnak a közép-európai országokban szovjet mintájú diktatúrát létrehozni, 47-ben azonban megváltozik az álláspontjuk, és ekkor egy csapásban a térség valamennyi országában, Csehszlovákiában, Bulgáriában, Kelet-Németországban, és így tovább átveszik a kommunista pártok a hatalmat. Magyarországon is ez történik, és ennek a kommunista pártnak, a hatalmat átvevő kommunista pártnak a vezetője a képen látható Rákosi Mátyás. Néhány mondatot talán az életéről érdemes tudni. Rákosi Mátyás már részt vesz az 1919-es tanácsköztársaság eseményeiben, ott van a politikai vezetők között, aztán utána emigrál Nyugat-Európába, többször visszatér Magyarországra, hogy illegális munkát folytasson. Egyik ilyen visszatérése során letartóztatják, és ezt követően igen-igen hosszú börtönbüntetés szenved el. 15 évet tölt börtönben, jó részt a Szegedi Csillagbörtönben. Majd nem sokkal a háború vége előtt, amikor a szovjet-magyar kapcsolatok egy kicsit javulnak, akkor a magyar kormánytól amnestiát kap és elhagyhatja az országot, kimehet a Szovjetunióba. A háború alatt tő lesz a magyarországi kommunisták, szovjetunióbeli magyarországi kommunistáknak az első számú vezetője, és amikor visszaérkezik a háború végén Magyarországra, akkor már nem kérdés, hogy ő lesz az ország első számú irányítója. Na, miután átveszik Rákosiék a hatalmat, ugyanaz történik Magyarországon is, amit a Szovjetunióban már korábban láthattunk. Tehát minden számottevő tulajdont államosítanak, beleértve ebbe a városi lakásoknak a jelentős részét is. A 1944-45-ben kiosztott földeket visszaveszik, gyakorlatilag megszervezik a magyar kolhozokat, a magyar termelőszövetkezeteket, amelyeket lényegében az állam irányít, és elkezdik a nehézipari beruházásokat szovjet mintára, ugyanúgy, ahogyan a Szovjetunióban, itt is minden forrást a nehéziparba csoportosítanak át, és teszik ezt a lehető legerőltetettebb ütemben, tegyük hozzá azért is, mert ekkor mindenki úgy gondolja, hogy a harmadik világháború belátható időn belül ki fog törni, és erre a harmadik világháborúra kíván a rendszer felkészülni. A társadalom különböző csoportjait ugyanúgy nyomják el Magyarországon, mint a Szovjetunióban. Az uralkodó osztályt kitelepítik, börtönbe zárják. A parasztokat különféle intézkedésekkel sújtják, beszolgáltatási törvényekkel sújtják, amit ha nem teljesítenek, akkor ennek nagyon könnyen börtön a vége, vagy valami egyéb megtorlás a vége. Ugyanakkor ezekkel az intézkedésekkel párhuzamosan nem mondhatjuk, hogy az alul lévőknek a helyzete javulna. A munkásosztály is megszenvedi a kommunista párt elnyomását. Mindenféle képtelen norma intézkedéseket hoznak, tehát akkora mennyiségű árut kellene előállítani, terméket kellene előállítani, amire a munkások nem képesek. Úgynevezett önkéntes kommunista szombatokat kell tartani, ami azt jelenti, hogy ingyen kell dolgozniuk a pihenőnapjaikon, és így tovább, tehát röviden összefoglalva az elnyomás a társadalom minden rétegét sújtja. Ne feledkezzünk meg az iskolák államosításáról sem, korábban a magyarországi iskolák nagyrészt egyházi tulajdonban vannak, most ezeket az iskolákat egytől egyig államosítják, és az oktatást a
bolsevik ideológia terjesztésének az eszközévé teszik. A gyakran emlegetett példa szerint még a szöveges matematikai feladatok sem lehetnek meg politika nélkül, ott is mindig valamiféle politikai üzenetet fogalmaznak meg a feladatok elkészítői. Az egyházaktól nem csak az iskolákat veszik el, hanem az egyházakat minden tekintetben súlyos nyomás alá helyezik. A magyarországi történelmi egyházaknak szinte minden vezetője börtönben van ebben az időszakban. Közülük a legismertebb vezető, a legnagyobb magyar egyháznak a vezetője, a katolikus érsekprímás Vincenti József, aki nagyon bátran száll szembe a kommunista hatalom átvételén. A kommunista hatalom átvétel idején az új hatalommal, és a továbbiakban is rendkívül bátran viselkedik. És végezetül hangsúlyozzuk még, hogy a terror ahhoz hasonló méretekben van jelen Magyarországon, mint a Szovjetunióban. Ennek a terrornak a legfontosabb intézménye az államvédelmi hatóság. Itt az államvédelmi hatóságnak a kivetítőn a vezetőjének a igazolványát, Péter Gábornak a igazolványát láthatják. Az államvédelmi hatóság lesz az, amely a különböző államellenesnek ítélt cselekedeteket kivizsgálja és megtorolja a lehető legbrutálisabb módon, olyan eszközöket alkalmazva, amik Magyarországon már régen kimentek a divatból, és ezzel sokkolják a magyar lakosságot. Röviden arról van szó, hogy a meggyanúsítottakat vagy perbefogottakat a legbrutálisabb módon megverik, nem egyszer a szószoros értelmében agyon is verik ezeket a gyanúsítottakat, tehát belehalnak a különböző atrocitásokba. És ne feledkezzünk meg arról, hogy megint csak szovjet mintára, itt is kiterjed a terror a párt vezetésére is. Az első hírhet per az szinte rögtön a hatalom átvétel után megkezdődik, ez az úgynevezett Rajk per, amelynek a gyanúsítottja, akit aztán később kivégeznek, Rajk László lesz a kommunista párt egyik első számú vezetője, a legszűkebb vezetői kör tagja, eleinte belügyminiszter, aztán később külügyminiszter. És egy második hullámba, erre majd még visszatérek, letartóztattatja Rákosi azokat a kommunistákat is, akik nem a Szovjetunióban vannak a két világháború között és a világháború alatt, hanem Magyarországon vagy Nyugat-Európában tevékenykednek valamilyen módon. Végezetül Magyarországon is jelen van a személyi kultusz, ennek a tárgya természetesen Rákosi Mátyás, de el kell mondani, hogy ez a személyi kultusz Magyarországon jóval kevésbé sikeres, mint a Szovjetunióban. A Szovjetunióban talán valóban meg lehetett győzni a társadalomnak egy részét arról, hogy Sztálin tényleg egy nagy politikai vezető. Ez a meggyőzés, ez főleg a II. Világháború után volt sikeres, amikor a háborús győzelmet Sztálin személyes érdemének tulajdonították. Rákosi Mátyás viszont jóval kevésbé volt alkalmas arra, hogy egy ilyen kultusznak a tárgya legyen. Furcsán beszélt, hosszú ideig nem volt Magyarországon, kicsit furcsa kiejtéssel beszélt magyarul, és láthatták a képen, hogy a adottságai a kinézetesen volt éppenséggel kedvező. A magyar parasztok állítólag előszeretettel hívták hízódisznónak, és valóban ez a nyak nélküli kövér ember egy kicsit talán ténylegesen a disznóra emlékeztetett. Hogy meddig tudta volna elviselni a magyar társadalom a Rákosi rendszert, azt nem tudjuk megmondani. Vélelmezhető, hogy előbb-utóbb mindenképpen valamiféle lázadás tört volna ki, de a lázadáshoz vezető, tehát az 1956-os forradalomhoz vezető folyamat, az nem alulról indult, nem a magyar társadalom alsó rétegeiből indult, hanem sokkal inkább a Szovjetunióból. Röviden megpróbálom összefoglalni azt a bonyolult történetet, ami 1953-tól 56-ig zajlik a Szovjetunióban. Tehát 1953-ban meghalt Sztálin, ekkor a Szovjetunió már igen jelentős belpolitikai és külpolitikai válságban van, és ezért a örökösök, a politikai bizottság tagjai, a szovjet politikai bizottság tagjai úgy döntenek, hogy jelentős reformokat kell végrehajtani, csökkenteni kell a nehéziparba bepumpált összegek arányát, fejleszteni kell a könnyűipart, hogy javuljon az életszínvonal, és csökkenteni kell a parasztságra kirótt terheket is, mondják a Szovjetunióban, de ha a Szovjetunióban ezt mondják, és ezt teszik, akkor a csatlós országokban is ennek kell történnie. Ennek megfelelően 1953 nyarán a magyar politikai vezetőket Moszkvába rendelik. Itt a Sztálin leg
hírhettebb helyettese, a terrorért felelős Berija, mint egy iskolás gyereket lehordja Rákosit, mindenfélének elmondja, mit képzel magáról, majd közlik a magyar vezetéssel, hogy a továbbiakban nem Rákosi lesz az ország első számú vezetője, hanem Nagy Imre. Ez nem jelenti azt, hogy Rákosi teljesen eltűnik a hatalomból, hanem megint csak szovjet mintára úgy döntenek, hogy innentől a miniszterelnöki poszt lesz a legfontosabb poszt, és ezt a posztot nem Rákosi fogja betölteni, hanem a képen látható Nagy Imre, aki ugyancsak moszkvai kommunista volt, Moszkvából érkezett vissza a II. Világháború után, Rákosi pedig megmarad a párt vezetőjének, de most már csak második számú politikusként lesz jelen. Nagy Imre szovjet mintára meghozza mindazokat az intézkedéseket, amiket a magyar társadalom már annyira várt, de csökkenti a nehézipari beruházásokat, megszünteti a kötelező termelőszövetkezeti tagságot, ennek következtében a magyar termelőszövetkezetek többé-kevésbé fel is bomlanak, és véget vet a terrornak, megszünteti a magyar munkatáborokat, a hírhedt hortobágyi tábort, a recski munkatábort, és kiengedi a börtönökből is a politikai foglyoknak egy jelentős részét, a kommunista politikai foglyokat teljes számban, de másokat is, és ennek a folyamatnak az eredményeképpen újra napirendre kerül a Rajkper, és a korszak végére kimondják, hogy a Rajkper törvénytelen volt, és hogy Rajk László valójában ártatlanul lett kivégezve. A folyamat azonban visszafordul, ebben részben annak van szerepe, hogy a Szovjetunióban is van egy politikai fordulat, részben pedig annak van ebben szerepe, hogy Rákosi Mátyás az első pillanattól kezdve mindent megtesz annak érdekében, hogy Nagy Imrét valamilyen módon megfúrja, hogy valamilyen módon visszaszerezze a hatalmat, és ez 1955. áprilisában sikerül is neki. Nagy Imrét ekkor leváltják a miniszterelnöki pozícióból, a helyére egy fiatalember lép, úgy hívják őt, hogy Hegedűs András, ekkor még Hegedűs András mindenben Rákosi Mátyás instrukcióit követi, és ami meglepetés, ami eltér a kommunista rituálétól, az az, hogy ezek után Nagy Imre nem gyakorol önkritikát, ez volt a bevett, a megszokott eljárás, hanem kitart a korábbi nézetei mellett, és ennek nem lesz, ez megint újdonság, a sztálinizmus korában egy ilyen politikust azonnal kivégeztek volna, most azonban ennek nem lesz politikai következménye. Nagy Imre ugyan kiszorul a politikai elitből, de megtarthatja a villáját, és ez a villa lesz a Rákosival szemben álló kommunista politikusoknak a gyülekező helye az elkövetkezendő hónapokban. Az a szellem, ami kiszabadul a palackból Nagy Imre tevékenységének köszönhetően, az, mint később kiderül, nem gyömöszölhető már újra vissza ugyanoda, ahol volt 1955-56-ban. Ezt a oroszok is belátják egy idő után, és ennek lesz az eredménye az, hogy 1956 nyarán Rákosi Mátyást újra leváltják, most már tényleg minden politikai tisztségéről, és egyúttal ki is vonják a magyar politikából. Azonban a helyére azt a Gerő Ernőt nevezik ki, aki mindenben együttműködött Rákosi Mátyással, aki a Rákosi kornak a második számú embere volt, tehát a magyar társadalom ezzel sokkal előbbre nem jutott. Ebben az időszakban, 56 nyarán már rendkívül feszült a helyzet az országban, és elegendő egy szikra ahhoz, hogy megtörténjen a robbanás, és ez a robbanás meg is történik 1956. október 23-án, bizonyára mindannyian tudják, kötelező évszám. Október 23-ára a budapesti egyetemisták szolidaritási nagygyűlést hirdetnek, ugyanis Lengyelországban is megmozdulnak a munkások ugyanebben az időben, és a lengyelekkel kívánják kifejezni a szolidaritásokat a magyar fiatalok. Ám az is egyértelmű rögtön már a szervezkedés elején, hogy itt nem csak a lengyelekről van szó, hanem a magyarországi reformokról is, hiszen különböző követelések fogalmazódnak meg. A legismertebb a műszaki egyetemisták által megfogalmazott 14 pont, amely elsősorban belpolitikai követeléseket tartalmaz. Ilyenre korábban nem került sor 1948-at követően, hogy valakik a rendszer ellen próbáljanak megtüntetni. Ennek megfelelően először megpróbálják betiltani ezt a tüntetést, és mindenféle fenyegetésekkel próbálják az embereket távol tartani attól, hogy ezen részt vegyenek, azonban amikor látják, hogy ez nem fog menni, akkor végül mégis engedélyezik. 1948
56. október 23-án tehát megindul a tömeg a BEM szoborhoz, ugye a lengyelekkel kívánnak szolidárisak lenni, szolidaritást kifejezni a magyar egyetemisták. Itt óriási tömeg verődik össze, és már ekkor elhangzanak különböző jelszavak, egyebek mellett azt is követeli a tömeg, hogy Nagy Imre szóljon hozzájuk. Majd ennek jegyében, miután a BEM-téri rendezvény véget ér, a tüntetőknek egy jelentős része elindul Budáról Pestre a parlament elé, abban a reményben, hogy ott Nagy Imrével találkozhatnak, és hogy Nagy Imre valami biztatót fog számukra mondani. Most a találkozás meg is történik, tudják a pártközpontban is nyilván, hogy mi történik a BEM téren, és megkérik Nagy Imrét, hogy menjen be a parlamentbe, és próbálja meg megnyugtatni a oda érkező embereket. Ez nem különösebben sikerül, Nagy Imre azzal kezdi a beszédét, hogy elvtársak, a tömeg rögtön visszakiabál, hogy nem vagyunk elvtársak, utána meg lényegében az eléggé zavarodott politikus arról beszél, azt mondja, hogy mindenki menjen haza, és majd a párt mindent szépen elrendez. Valóban történtek itt visszaélések és hibák, de ezt majd meg fogjuk oldani házon belül. A tömeget ez nyilvánvalóan nem elégíti ki. A tüntetők egy része részben a parlamenti beszéd után, részben már azt megelőzően a rádióhoz vonul, azzal a céllal, hogy a 14 pontot beolvastassák a rádióban. Ezt a rádió igazgatója nyilván nem teheti meg saját szakállára, elkezdődik egy húzavona, és végül az lesz ennek a vége, hogy a rádiót védő államvédelmisek elkezdenek lőni a tömegre, egy idő után pedig a tömeg visszalő az államvédelmisekre. Érdekes és fontos kérdés, hogy honnan került fegyver a tömeg kezébe, nem tudom ezt most elmondani. Részben az államvédelmisektől, illetve azoktól a katonáktól, akiket kivezényeltek azért, hogy a tömeget szétoszlassák. Tehát elkezdődik a lövöldözés és elkezdődik a fegyveres harc még október 23-án. Először a rádiónál. A harmadik fontos helyszín még október 23-áról a Hősök tere és a Sztálin szobor. A tömeg egy része odavonul és megpróbálják ledönteni a szobrot. Eleinte ez nem sikerült, egy hatalmas építményről van szó. Végül azonban nagy nehezen mégis ledöntik, utána az Andrássy út, a mai Andrássy úton keresztül behúzzák a Nagykörútra, az Oktogonhoz, és ott a nép a forradalom napjaiban különböző eszközökkel a szobrot végül darabokra szedi szét, szétveri, és kiki hazavisz magának belőle egy-egy darabot emlékbe. Még mi történik október 23-án este, illetve éjszaka? Szedjük gyorsan össze azt, amit még nem mondtam el. Nagyon fontos, hogy megjelennek még ekkor ezen az estén a szovjet harckocsik Budapest utcáin, nem kell messziről jönniük, a várost körbeveszik a orosz laktanyák, egy-két óra alatt be lehet ezekből érni a belvárosba. Továbbá nagyon fontos esemény, hogy megjelennek Budapest csomópontjain a fegyveres felkelők, akik elfoglalnak valamiféle barikádot, elfoglalnak valamiféle védhető állást, és innentől kezdve nem is mozdulnak ezekből az állásokból a forradalom végéig. Továbbá fontos fejlemény még, hogy összeül a Magyar Dolgozók Pártja, így hívják a Magyar Kommunista Pártot ekkor, összeül a Magyar Dolgozók Pártjának a vezetősége, és végül úgy döntenek, hogy Nagy Imre legyen újra a miniszterelnök, és Nagy Imre ebben a tisztségében próbálja meg megnyugtatni a tömeget, próbáljon meg véget vetni a forradalomnak. Talán meglepő, hogy a Szovjetunió is ezt a megoldást támogatja. Eleinte határozottan kitartanak amellett, hogy nem kívánnak komolyabban beavatkozni a magyar eseményekbe. Amit a magyarok főztek maguknak, azt legyék meg, oldják meg ők ezt a problémát. Az elkövetkezendő napok eseményeit túlságosan hosszú lenne összefoglalni részletesen, ezért azt a megoldást választottam, hogy a forradalom fontosabb szereplőinek a fontosabb tevékenységeit, megnyilvánulásait fogom áttekinteni, és ebből reményeim szerint ki fog majd rajzolódni valami kép. Előbb azonban rögzítsük, hogy a forradalom vége az november 4-e lesz, a második szovjet beavatkozás napja, amikor a szovjet tankok lényegében egy-két óra alatt véget vetnek az eseményeknek. Nos, tehát mi történik 23-a és november 4-e között? Kezdjük talán a munkásokkal. A munkások sztrájkba lépnek, a budapesti munkások szinte minden nagyobb gyárban, minden fontosabb gyárban sztrájkba lépnek, innentől kezdve részben az utcán tüntetnek, részben pedig a gyárban tartanak gyűléseket, és próbálnak megfogalmazni
különféle célokat, majd kitérek arra, hogy mik lesznek a legfontosabb célok. Másik fontos csoport a fegyveresek, akik a Budapest fontosabb csomópontjain vannak, és próbálják ellenőrizni a helyzetet. Nos, ők szorványos harcot folytatnak részben az államvédelmi hatósággal, részben pedig a orosz tankokkal, akik meglehetősen rapszódikusan viselkednek, időnként lőnek a épületekre, vagy éppen az emberekre, időnként meg barátkoznak a magyar forradalmárokkal. Tehát részint harcolnak ezek a csapatok, részint pedig ők is gyűléseznek, és a kormány különféle petíciókkal, különféle követelésekkel bombázzák. A harmadik csoport, amire érdemes rátekintenünk, a régi rendszer fegyveres ereje, karhatalma. Ezek egy része az hazamegy, megszökik, elbújik félve a megtorlástól, a másik része azonban megpróbál harcolni a forradalmárokkal, ám ez a harc amolyan terror cselekmények formáját ölti, azt jelenti magyarul, hogy különböző pontokról időnként rálőnek, belelőnek a tüntető tömegbe, vagy éppenséggel vonuló tömegbe, számos polgári áldozatot követel ez a tevékenység nyilvánvalóan. A legsúlyosabb, legbrutálisabb ilyen eset 1956. október 25-én történik, amikor a parlament előtt gyülekező tömegbe lőnek bele a Földművelési Minisztérium tetejéről géppuskával, és ekkor több száz halott marad a Kossuth téren. Ennek a tevékenységnek, tehát ennek az AVH-s vadászatnak idézőjelben mondom, a következménye, a forradalom egyik legszomorúbb eseménye, a köztársaság téri pártház ostroma és az azt követő vérengzés. Az történik, hogy a fegyveres felkelők egy része úgy gondolja, hogy ezek a ávós lövöldözők, ezek a kommunista párt székházából jönnek elő, és oda mennek vissza azt követően, hogy végrehajtották a cselekedeteiket. Ennek következtében megindul november 1-én ennek a pártháznak az ostroma, majd miután a pártházat elfoglalják, az ott talált ávósokat először fölkoncolják, agyonverik, utána pedig meg is gyalázzák a holtesteket, fejjel fölfelé felkötik őket a környező fákra, és utána ezekkel a holtestekkel mindenféle nemtelen dolgokat művelnek. Ne feledkezzünk meg a vidékről sem. Szinte minden magyarországi településen van valami esemény 1956-ban. Eltávolítják legtöbbször, vagy szinte mindenhonnan eltávolítják az önkényuralom jelképeit, a vörös csillagokat, a Rákosi-féle címereket. Alakulnak forradalmi bizottságok, és egyáltalán a vidék kifejezi az egyetértését és a szolidaritását a fővárossal, jelzi, hogy egyek a forradalomban, a forradalom fővárosi vezetőivel. És akkor talán most érkezünk arra a pontra, amikor érdemes arról szólni, hogy mik azok a fontos követelések, amiket a munkások is, a vidékiek is, és a fegyveres felkelők is megfogalmaznak. Nyilván igen sok mindent mondanak, és sokfélét mondanak, de a két alapkövetelés az teljességgel egyértelmű. Az egyik az az, hogy Magyarország legyen újra független ország. Ez röviden a Ruszkik haza felszólításban fejeződik ki. A Szovjetunió vonja ki csapatait Magyarországról, és a továbbiakban ne szóljon bele a magyar belpolitikába. Jegyezzük meg, hogy ez nem egy illuzórikus felvetés, ugyanis 1956 előtt egy évvel írják alá az osztrák államszerződést, korábban Ausztria egy része, egyebek mellett Bécs is, orosz megszállás alatt van, és 55-ben az oroszok és az amerikaiak meg tudnak állapodni egymással abban, hogy mind a két fél kivonja a csapatait Ausztriából, és innentől kezdve Ausztria semleges ország lesz. Egy ilyen megoldás Magyarország számára sem volt elképzelhetetlen 1956-ban. Az egyik cél a függetlenség, a másik cél pedig a demokrácia visszaállítása. Általában azt követelik a különböző petíciók, hogy térjen vissza az ország az 1945 utáni több pártrendszerhez, ehhez az állapothoz. Arról, hogy mi legyen a gazdasággal, mi legyen a magántulajdonnal, arról nem beszélnek 56-ban, de hát ha végig gondoljuk, akkor mindennek a logikus következménye nyilván az, hogy Magyarországból újra kapitalista, előbb-utóbb, több lépésen keresztül újra kapitalista piacgazdaság lenne, de hát az események nem tudnak végighaladni a maguk útján, a maguk logikája szerint. Két fontos csoportról nem beszéltem még. Az egyik Nagy Imre és köre, tehát a miniszterelnök és a őt körülvevő miniszterek. Róluk azt mondhatjuk, hogy lépésről lépésre megértik, hogy mi zajlik Magyarországon, és lépésről lépésre elfogadják a forradalom követeléseit.
Ennek megfelelően Nagy Imre többször átalakítja a kormányát, és az utolsó kormányában már ott vannak a háború utáni koalíciós pártoknak a képviselője is, és ennek megfelelően nyilvánítja ki a Varsói szerződésből való kilépését Magyarországnak, ami egyet jelentene jogi értelemben, legalábbis nemzetközi jogi értelemben egyet jelent Magyarország függetlenségének a kimondásával. És végezetül a Szovjetunió a legfontosabb erő, ahol valójában eldőlnek a dolgok. Amint mondtam, eleinte nem kívánnak beavatkozni a magyar forradalomba, bíznak abba, hogy Nagy Imre le tudja csendesíteni a felkelőket, azonban egyre inkább úgy látják, hogy ez nem fog sikerülni, hogy az említett követelések meg fognak valósulni, és végül úgy döntenek október 31-én, hogy fegyverrel fogják leverni a magyar felkelőket. Ehhez szükségük van egy politikusra, aki a nevét adja ehhez az eseményhez, aki úgymond kéri a szovjet hadsereg segítségét. Ez a politikus végül Kádár János lesz, akit elvisznek Moszkvába, megállapodnak vele a részletekről, és amikor minden készen van, november 4-én, akkor megtörténik a fegyveres invázió, Budapestet elözöllik a szovjet harckocsik, és bár az egyes bátor felkelő csoportok még több napig tartják magukat, a lényeg az eldől, amint már mondtam néhány óra alatt. November 4-én délelőtt már ott vannak a szovjet csapatok, a harckocsik a magyar parlament körül, a magyar politikai vezetés pedig a jugoszláv hadsereg, a jugoszláv nagykövetségre menekül. A további részleteket nem kell, hogy elmondjam. A megtorlásról kell mondani néhány mondatot. Miután a forradalmat leverik, egészen brutális megtorlás következik. Talán mondhatni, hogy Magyarországon korábban soha nem volt mértékű megtorlás. Több mint 300 embert végeznek ki. Ezeknek egy része fegyveres harcos, a többi része pedig politikus. Köztük van, a kivégzettek között van a miniszterelnök Nagy Imre is, és az ő közvetlen környezete, az ő közvetlen munkatársai is. Továbbá hozzávetőleg 22 ezer embert zárnak börtönbe, ezek jó részt a forradalomban valamilyen politikai cselekményt hajtottak végre, és mindennek az eredménye, következménye, hogy igen jelentős emigráció indul meg nyugati irányba, legalább 200 ezer ember hagyja el az országot. Ezek részben azért menekülnek el, mert félnek a megtorlástól, valamilyen módon részt vettek az eseményekben, és számíthatnak arra, hogy legalább börtönbe kerülnek, részben pedig azért hagyják el az országot, mert sejtik, hogy mi következik, újra visszaáll a kommunizmus, és nem akarnak egy ilyen országban élni.